A pénteki diákolimpiát követően még aznap, illetve vasárnap minden korosztály kipróbálhatta a bocsa sportot a Paksi Diák Ferenc általános iskolában. A fő program szombaton az uszodában zajlott, de nem csak a medencéket próbálhatták ki az érdeklődők, a pesgőfürdőt és a szaunát is ingyen birtokba vehették. 7 korcsoportban lehet indulni, ez a kisgyerektől a nyugdíjas 100 évesig van besorolva, és akkor ezek a korcsoportok lesznek külön díjazva, ugye itt az úszás távot fogjuk mérni, az, hogy ki hány hosszt tudott leúszni, és ennek az apropója lesz még az, hogy az egészet össze fogjuk adni, és akkor megmondjuk, hogy ezen a délután a Paksi úszodába, a Paksi és környéke, vagy vendégek ennyi kilométert úsztak le, ennyit teljesítettek ezért az érdekért, hogy egy ilyen úszás próbán részt vettek. A készülődés pillanatai közben kaptuk mikrofon végre Simia kis Amáliát és fiát Axelt. A sportos família tagjai rendszeresen futnak, úsznak és kerékpároznak, sőt, teniszeznek is. Így a hétvégi megmérettetésre is örömmel és annál nagyobb lelkesedéssel érkeztek. A teniszt szoktam csinálni mostában, meg már most ez 3 éve. Úszni, hát mostanában inkább iskolával szoktam jönni. Harmadszor indulok ezen a megmérettetésen, 2-szer megnyertem. Először azt hiszem 5 kilométert úsztam, 2 éve 7 kilométert, és most is 7-et akarok úszni, úgyhogy 280 hossz. Ez csak elhatározás kérdése nálad? Nálam igen. 7 kilométer az azért elég hosszú, itt egy ilyen rövid medencében, mert azért egy 50 méteresbe ott azért jobb. Itt számolom, 40 hosszonként számolok, hogy ne legyen olyan unalmas. Az úszásra regisztrálók végül 63-an voltak, 32 nő és 31 férfi. A legidősebb férfi résztvevő a 79 éves Ványi Gyula volt, aki 12 hosszt úszott. A legidősebb nő, német Bálintné, 24 hosszt teljesített. A legifjabb Prókai Panni 5 éves 4 hosszt úszott. A legtöbb hosszt a nőknél Sima kis Amália teljesítette 305 hosszal, a férfiaknál a 12 éves Simia kis Axel 152 hosszal zárt.